Nagy szarabó. Sziasztok, rossz csontkák! Itt egy Hermit. Teddyvel, Vincével. Haj. Na. Sziasztok! Na, valószínűleg lehet, menjek inni. Hermit, akkor nyomatunk egy Dragon Hardot. Te le akarsz tolni? Figyelj, én egyedül próbáltam Dragon Hard, a végén 7-szer keltem. Reddel, mire meghalt. Nem. Dragon Hard csak tankkal megyek, aki megfogja. Akkor, hogyha én normál Dragon-t akarsz menni, akkor... Ki fogja sebezni? Teddy, te? Nem. És ne, most az előbb volt egy tank, megfogta nekem Heredúrt, én meg lecsaptam, lesebeztem. Nem, Teddy csak úgy bejelentette. Gondoltam, akkor lesebzi ő. Én egyedül vizéreddel fogom csöndöztem rá szóval. Na, sötét legelőt kell menni. Normal Dragon az easy, az nem kihívás. Na. Isten, de fogyadékos a haverom. Itt a haverja. Nem, ő így a városban a tarhálás királya. Figyelj, múltkor megkapta, Pangi, te beteg vagy? Nálad cigi? Á, most tarháltam. Hát nem, izéba volt nála, vett. Tekerni mondjuk nem tudtad. De volt nála dohány, szóval. Tudod, és akkor összepasztom a kazsát. Nem Pangikám, most letarhálta. Teddy, visszhangzol. Bocsi, valakit tudom is vagy. Na, játszunk. Na mindegy, a kis mappokat ajánlom, hogy végigvinni, mert nem veszítetek rajta gyakorlatilag. Nagyon gyöngyöt. De belépőt kaptok rajta. Hogyha jól csináljátok, gyakorlatilag veszíteni kurva néz rajta. Amikor például mennyi, a 124-es mapba megcsinálod az alapjáraton ad. Nekem eddig izékat adott. Mennyit? 90 fekete gyöngyöt, 120 a belépő, és a mappon van egy 124-es belépés. Egy 24-es izé. Mivel 24 miatt gyöngyöt. Szóval az bukta el, bazd meg. És esik annyi a mappon. Na, vállalkozó embereket kérek, akik farmolnak, hanem szívcsontos. Hol akarsz farmolni? Ahol gyöngyesik. Az mindenhol? Ugye? Nem válogatok. Hard hol lóvár? Hát attól függ lesz-e. Na, Csontinak van pajzstörése. Meg én is jönnék, ha szabad. Miért te mi vagy, Teddy? Ja, te így jársz. Igen. De akkor miért te mehet gyerünk farmolsz, mint állat? Hú, sokkal egyszerűbb. A tankokat kell vinni. Hát igen, aki így fogja fő mince, az utána várja el, hogy bárki vigye bárhol. Nem úgy, hanem az izé a... Az így jársz, lehet egyedül farmolni. Hermitet vinni kell, mivel a tank az más kategória. Egy tankot kell vinni. Aki azt a map végén beláll a Dragon pofájába. Harry, te beleállsz Dragon pofájába? Nem tudja mi. Szerintem 1500-ig elfalomolok, elmegyek inni. Aztán azzal várom az eventet. Mivel nekem egy nap lemaradása tudok. A mini eventhez. Holnap nem leszek. Szia, Hasitubár. Az jó, ez holnap 100%-osan nem leszek. Ti most sima hollóvárba farmoltok? De nem, én hárdozok. Csak még nem értem be. Ja. Yeah. Vártam, hogy valaki bevágtassam. Na, amíg megtörténik, beszéljünk meg egy témát. Akkor mondjuk. Tényleg, Teddy, valaki kihívott délelőtt ivópárbajra. Na, szóval
Az a téma. Nem hívtalak is semmilyen évó párbajra vissza. De. Szóval, az a témám, hogy megkérdezték tőlem, hogy miért teszek mindig streamben. Egyetlen oka van, hogy amikor itthon vagyok, meg ráérek, akkor vagy streamelek, vagy eszek. Hogyha ezt a kettőt, szia Zoé, egyszerre csinálom, több időm marad streamelni. Ilyen egyszerű. Tehát én nem stream közben is eszem, én stream közben eszem. Kész. Ja, most valaki direkt a másik irányba van. Ennek örülök. Na, akkor legalább, ha hárman egy helyen lennénk, ahogy látom, ez az alka 10 ez nem jön be. Tudom ezeket az izéket. Szia, Exeto. Exeto Patronum. Neked is az jutott eszedbe? Persze. Ez Expecto Patronum. Mindegy nekem. Bolond gyerek, feladtam a csomagodat. Örüljé. Sziasztok. Csak végre megjött minden videósok legálszabbika. Ugye? Azt a azt még nem későn ugrottam. Most így megyek fel YouTube-ra, mondom mit csinálok, mert már szarra untam a fejemet. A 8-ot nyomtam Alt-F4-et a Drakensangra, meg mindenre. Mert kifagy, akkor visszamegyek. Hát tököm játszik Alt-F4, azt meggondoltam magam, visszamegyek. Jó, mindegy. Most látom a streamet, hát látom, megvan az a fej nélküli lovas. Igen, hát figyelj, ez a Kari, ez már vagy 3 éves, tehát csak nem játszok vele. Tehát valamelyik Dragon Event megadta, amikor egy haverommal mégkal mentem. Jó, hogy ez akkor neked már régóta megvan. Nagyon régóta megvan, persze. Hát azért... szívesen... Bár ez a fejnélkülőbe most kiadja az izét, az izéját, a ruháját. Hány perc ugyan még a vidi? 7 perc nem ugye a vidi. Na, szóval... Igen, elvileg kiadja, mit tudom én. Szóval gyerekek, az azért elég régi Kari, nézzétek meg, hogy hát nem tudom, 58 puszitól elkezdve, azért 34k rombi, szírszarok, tehát azért ez nem mai Kari, ahol van 14 tojáslikőr, meg az már értéktelen. 9990 vagy 9999 élő zsákmány eszenciája, meg hát mindegy, 1488 tündérfa. Tehát ez nem mai gyerek. Akkor menjünk fejnélkülőt. Korimon azt írták, hétfőn javítják a mapváltásos bugot. Hétfőn bazd meg, aztán már még csak péntek van. Értitek azért a feelinget. De hol a munkaszüneti nap? Nem, csak szabadnap. Mitől hát jó, de akkor már lusták az emberek. Nem ők... Mini eventtel lesz, amikor be akarsz lépni és így kifagy. Mindegy, ezek a férgek mindig is lusták voltak. Tudok veletek menni? 47-esem? Még van, egy hely. Be tudta jönni hard mapra? Persze, csak a nagy boss nem tud bemenni. Oké. Akkor... Írjál rám egy valamit, egy pontot, kit ír erre. Oké, pillanat, csak akkor belépek. Oké. Hívnálak Exetú, csak most foglalták le az 5. helyet. Jó, akkor az lesz... Iszapítani. Remélik. Ja. Az milyen lik? Remélik. Ha a haverom nem ért vissza most, akkor az városban van. Akkor 9-kor megyek. Pár órára. Mert holnap is gyakorlatilag egész egész inni fogok. Na ízlél, ilyen halfőző, apám kurva, finom halász. Szia, Bözsini! Verseny lesz. Na gyerekek, sebezzetek, mint a disznó. Ez na végre, hogy rám ugrott. És ki a... Oké, nem akarok ám ma este sokat lenni, mert nem stoppál. Valaki tud éleszteni, Léci. Hogy haltál már? Én mindjárt én is meghalok. Rám robbant ez a szar, és nem figyeltem. Hát én is meghaltam, de erre van az úgynevezett prémium gyerek. Fizessetek. Arra születtünk. Diákok nem úgy vannak. Egy centet nem költök el. Centet ne is, forintért. Ezt akkor kezd 40-ért, vagy mész ki a mapra. De nem az, hát lehet venni azért a szarérizét. Segítsetek már. 80 bizbaszásért lehet venni ilyen keltetőt. Hát azért nem mindegy, hogy meghoz 50-szer, és akkor a számot ki mennyi, ez egy bizbasz. Hát de inkább, mint hogy Anderért kell élve, az meg. Hát akkor arra volok 1200 forint per hó. Milyen 1200? Ja, hát akkor meghívsz 3-t. Mondom, írjál rám egy pontot legalább. Már rád írtam.
Akkor még egyet. Ja, nem láttam. Szerintem nem is vagy barátom. Ezt nagyon régen használtam ezt a karit, még tavaly, tavaly előtt, valahogy így. Szartam is rá, ugye, hogy nem érdekelt. Csak rájöttem, hogy kell, a tank kell messze a legjobban ebben a játékban. Nem a törpe. A törpe az szart nem ér. Tank nélkül. Ismétlődő küldikér jár valami draganon. Igen, az ismétlődő küldikér jár a belépő. Megjött az én életem szerelme, gyönyörű hófehér csipke felsőben. Hát ne tudjátok meg, hogy... Mit mondasz? Hallgatok. Na, szóval ne tudjátok meg, hogy néz ki. Ez az OMG kategória. Mindjárt itt hagyom a streamet a picsába. Hát akkor bármit mennyi. Nem lehet. Sokkal fontosabb dolga van, mint én. Bár ha megmondom, hogy mi kiröhögtök. Tabot szerel. Tabletet. Mi? Szerel. Tabletet olyan... szerel? Igen. Neki olyan műszaki érzéke van, mint egy izének egy ilyen. És nem zenet törődik. Tessék? Egy kérdés. Sem törődik, ha lenne mápol le. Vince, szemtelen vagy, úgy pofán baszlak, azért megéri lemenni szexárd, hogy kapja egyet el. Gyere! De nem hiszed el, hogy én tényleg megteszem, ha tovább pofátlankodsz. Van bennem ennyi gerinc. Na gyere! Baszarok a legy. Úgyhogy aztán. Ne. Ennyi. Kidobtad? Véletlenül. Nem direkt volt. Jobb, mint, a, jobb, mint a pofán basznám, higgyétek-e. De jó, hogy bárhova állok ott a lézer. Ugyan most már nem belefutok itt. De mi a... Én is azt mondom, hogy járna. Nem hiszi el. Milinte szemét. Milinte te. Ha nem tudsz olvasni, Teddy. Milinte te. Még itt van egy. Jézusom. Bazd meg, megnáljatok máshol csak ebbe a sarokba. 10 darab gyöngyöt. Nem dobta a vacakról a darabot? Hát természetes, hogy nem dobja. Lehívjam ezt a izét? Mi az, Hele Gyurit? Akarod? Lehívom. Hívjenje. Mi lesz a Magiddal, ha mostantól tankolni? Nem tudom. Olyan mindennyi lesz vele, megmondom őszintén. Akkor mehet? Ja. Átteszem kékre, hát ha ér valami. Na én húzom ki, senki ne nyúljon hozzá. Mondom, senki. Elkezdve. Mindenki elkezdte abba a pillanatba lőni. Én nem. Én itt állok egy helyben. Meg... Milintete személy. Ez az Alcatraz, ez egy akkora nyomi, bazd meg. Hihetetlen. Nem, az a baj, nincs dühöm. Érted? Mert ő ütteti magát azzal a nyomorék fejével. Hát nem hiszem el, bazd meg, hogy valaki... Na most ő se üti. Ó, csodálatos. Felfogta, bazd meg. De nem takarodna már ki innen. Takarodj ki a többiekhez! Hú, baszd meg. Komolyan kibaszom a csoportból. Ide takarodj már ki a gecibe a többiekhez! Nem fogja fő, baszd meg, mint egy 50-es IQ-s hülye gyerek. Várja. Berakom pajzsot. Én nem állok innen, Hermit meg önne, hogy nyomja azt a tiszét. Tehát csak félre kell lépni. Ne. Ide. Ez egy pontja, már nem üt engem. Öj! Ez most ütött. De most Alcatraz ez miért megy ki? Tőle az itt... Appá, most borultam meg, eddig bírtam. Köszi, akkor nem kell visszafutnom. Én meg téged. Én meg téged, nincs gond. Köszi! Nincs ezzel baj, Milinte. Itt az volt a baj, hogy nem értette meg, hogy ki kell... Hogy nyomhatom. Nem az, ha kicsaljátok, akkor meg bukott az egész, érted?
Visszább kell csalni. Na. Nem értem minek. Ez az nem hiszem. Lélekkövet. Ezután a kör után én nem megyek venni olyan lélektalizmát. Nem is ezt mondtam. Vigyázzatok, hát üt. Jó, ezt mondjuk, aki nem látja, annak úgy... Alcatraz hol van? Hát kiment. Jó, van akkor. Gyerekek, nem tennétek kéket, mert látom, hogy senki nem tesz kéket. Nem is kell mondani, én hogy tettem. Nekem... Hát én nem tudom, hogy... Ez csak egy heredúr. Ez nem dragon. Köszi. Tehát nyomunk. Hát gyerekek, hát nem csak... fogy az élete, hát nézzétek már meg. De amúgy csontos, te miért nem teszed tegezt? Hát igen, mondjuk pasma, miért ütitek? Én teged. Nincs, kritelek ilyen 6000-eket belépreci. Á, meghalok. Sorry. Nincs HP-m. Kösz, mininte. Jaj! Gyerekek, hát meg akkora sebzésetek vagy, 10 perce ütjük már, és körülbelül lement az egyharmad HP-ja. Azért érzitek a feelinget. Én még beleakadtam, csontos idén. Nem, az nincs sebzésetek, szar kiformulatlan karik vagytok, ennyi. És csak a szar kiformulatlan karik jönnek velem, ez a baj benne. Direkt mondtam, hogy farmoljatok erre a kurva dragonra. Hát farmoltatok egy 3-400 LOL meccsen körülbelül. Ennyi történt. Ez most miért engem akar? Nem igaz. Köszi. Jaj, bocs, nem láttam, hogy halsz. Ütöm és nem írja ki, hogy sebzem. És most felment az életem maxra. Nem baj, de itt van Bözsi néni. Na? De? Kösz, csontos. Én is téged is akartalak. Gyerekek, nulla a sebzésetek. Nem kicsi, nulla. Ne csalt ki oda! Ne csalt ki oda, csontos! Istenem. Ne csaljátok már ki oda! Ne üssétek! Istenem, nincs dühölme! Te gyerekek, nekem kéne bennállni nektek kint? Senkit nem zavar, gondolom. Hagyjék. Melegek vagytok, keci. Te nincs ebzésedek, Istenem. Á, megint meghaltam, nem hiszem el, bazdmeg.
Gyerekek, már valaki ölje meg, könyörgöm. Ez kemény volt. Hát, az alatt nem tudom. Nem tudom, mit legyőztem volna. Erbitte. Szedne mind a négyet. Nagy hárdra belépőm. Nem is volt rossz sebzésem. Még tudok lehívni. Ma kell. Na, hát de a mini eventekre nem teszed fél azt a 2-3 ezer gyöngyöt? Holnap lesz. Nem a semmiért nem hívjuk ezeket a szarokat. Úgy gyöngyöm. Kegyrém, amúgy a hard az mennyire nehéz? Mi? Már melyik része? Hát a dragon. Bent. Hát abból több fajta van. Több szint. Még nem voltam benne. Kínzó meg fájdalom. Csak két szintje van, nem három? Hát van a kínzó, fájdalmas, meg gondolom akkor a... Fatal. Most, hogy meg lehet venni a régi dragon cuccot, event után kiveszik. Hát persze, hogy event után kiveszik, ez csak természetes. Ne viccelj. Nem, majd behagyja, hogy neked jó legyen. Kibeszik persze. Elenzvé Mexikó, ez mindig kírja, hallod, és sose válaszol, hogy miért. Na, miért nem ütöd? Na, akkor mondtam, hogy kettő. Nem éri meg, mert semmi drop. Ez jó. Ez biztató, nem? Nem éri meg, mert semmi drop. Csontos hova tűnt? Meghalt? Nem élesztettük? Vagy mi történt? Végleg kiveszik a játék. Hát gömbökből biztos, hogy lehet, mert a gömb nekik megéri, hiszen akkor számolatlanul küldöd a jó magyar forintot. Úgyhogy gömbben mindenben marad. Sőt, szerintem lassan minden gömbben lesz. Lehet egy kérdésem? Akár kettő is. Jó. Akkor kettő, mert most volt az egyik. Mindegy, be tudunk menni egyszer Dragon Hardra. De én azt nem fogom meg. Ja, jó. Illik beírni, hogy city bunkók. Ú, gyerekek, nehéz veletek játszani, mert nincs meg a játékkultúrátok. Nem szoktátok meg, hogy más emberekkel játszotok. Azt szoktátok meg, hogy légy civigyő. Nehéz egy ilyen ragú parkerkel játszani, mert oda kell a kultúra. Júj! Nincs egy pász meg egy kibaszott út végre. Egy év alatt összekapolod az árát, se. Legendás válvért. Juhú. Na nézzük. Na, nem is rossz. Jaj, ne. Te lesz valami. Jó kis. Melvért vagy sisaka. Sötét éri gömbből akkor. Az a sötétei gömbben ki lehet külön akasztani. Jó, hát én ezeket le nem győzöm. Minek üssek mobot, ha ti nem vagytok ott. Akkorákat lagol. Öltök boszt. Mi az, hogy öltök? Mi az, hogy öltök a boszt? Te nem is vagy a csapat tagja, vagy mi? Van egy német streamer... Vagy csak azért akar bejönni, hogy amikor a bosszért. Volt a fegyveréből, elvett néhány szintet, mert kelet a ruhájában túl kevés védelme volt. Hihihi. Még az előbb leestem a textúrába. Az szép. Nem tudom felvenni. Vagyok, ah?
Nem jössz be? Miért nem jössz be? Mit csinálsz? Valaki tud éleszteni, Léci? Igen. Csontos, miért nem jössz be? Akkor nem. Si, Milinte. Akkor minek vagyis a... Milinte? Ja, de mi, hogy is. Semmi boss nem ölünk. Gyere. Gyere. No boss. Én vagyok az egyetlen boss. Engem kell legyőzni. Nem lesz nehéz. Igen? Igen, hölgyem? Ja, Timi azt mondta, majd ő legyőz engem. Á, neki nem vagyok ellenfél, az a baj. Ó, hogy itt fagyaszt. Hely, de jó. Semmi drop jelen volt. Hát nem túl osztál. Heramid Szuszá. Szuszá. Nem, az csak olyan furcsa, hogy még így fél év streamelés után is ugyanazokat az alapokat kell elmondanom, hogy hogy bánunk a többi játékos. A gyerekek régen nem voltak ilyen streamerek, azt mégis tudta mindenki, hogy kell viselked. Hej, de jó! Nem tudtam ugrani semmit. Nem férek oda a bosshoz, gyerekek. Miért ti álltok a boss előtt? Ne ti álljatok a boss előtt. Ne, későn nyomtam meg a potit. Ne, köszi. Itt a pénz éri a legtöbbet rajtják meg. Mi van? Hallod, ma megint esett egy legi. Hogy sajnálunk érte? Nem baj, csontos. Majd úgyis izész. Hogy hívják gombléza. Exeto, ahhoz, hogy valaki udvarias és emberséges legyen, ahhoz egyáltalán nem kell intelligencia, én azt mondom. Tehát egy ilyen imbecilis vagy idióta, 60-as IQ-s valaki is ugyanúgy odafigyelhet az embertársára, és dolgozhat csapatban. Csak nem tudom, régen teljesen természetes volt az, hogy odafigyelve a mások. Tehát, elmondok egy dolgot. Most így az, ha levetítjük erre az 50-es szintre, csak mondjuk a régi dolgok, de számokban, hogy értsétek. Hogyha Termit tank, Bözsénin 4000-ig sebez, meg mit tudom én, Milinte 3005-ig, tök minél, most mondom itt a számokat, és valaki meg 1100-ig, akkor az 1100-as, A. Nem ír ránk, hogy mehetek-e veletek, mert az sült patkányság. B. Ha ránk ír, szia, kurva szaras sebzésem, mehetek veletek, cserébe ígérem Lilát meg Rombit teszek, hogy felvegyem a lépést veletek. Itt ez már nincs. Cső, jössz? Vagy cső, viszel Dragonra? Értitek a különbséget? Tehát régen lovagias szabályok voltak, most meg lehúzás van. Nem, ha 1100-as sebzésed van, ne akarja többiekkel olyannal menni, akinek 3-4000. Nem azért, mert egy köcsög és nem visz, hanem mert azért, mert a nemed dolga helyetted dolgozni a kifarmolt kariával, amibe beleölt 2000 játékórát, amíg te loloztál, overwatchoztál, chase-tél, meg vakartod a tökeidet Comedy Centralt nézegetve. Érti? Nem kötelessége. És ezért volt az a kultúra, hogy bocs, akkor te mivel is tudsz hozzájárulni a csapat erejéhez? Azzal, hogy légy cizel, viteted magad 1100-as sebzéssel? Akkor te egy senki vagy.
menj innen. Értitek a különbséget? Hogy most már ott tartunk, hogy elvárt. Ja, Hermit, hiszen te videózol, neked kötelességed vinni a többieket. Azt mi az anyámé? Valami törvény van erre a YouTube-nál? Google szerződésben benne van? Vagy mi faszom? Vagy mer leiratkozol, ha nem viszlek? Hüp, hüp. Mekkora veszteség? Értitek? Ha 1100-ig sebzel, amíg a többiek 3-4000-ig, akkor azt kérdeznek, hogy Lilát vagy Rombit tegyél, hogy cserébe vigyenek magukkal. Nem azt, hogy neki kötelességük, meg cssk, léci, vigyé, plösz, léci, vagy létszi. Attól, hogy ragozott 23 nyelven. Látod, Exeto? Én erről beszélek. Mondjuk én hiába rakok be Rombit, mert akkor lesz körülbelül 1500 sebzésem, tehát tök mindegy, de tanknak nem is ez a dolga. De ne félj, de Hermittel vagyok, én nem szarozok ezen. Tehát ez, hogy az elvárások, meg a fenyegetőzések, meg egy átlag 11 éves itt előadja a hisztiét, meg a követelőzését. Hát otthon anyucinak, aki eddig eltartott, követelt bazd meg a marcsokidat, mert neked eddig is járt. Verd a seged a földhöz, hisztizzél, hülye gyerek, akkor megkapod. Hát itt nálunk úgymond idegeneknél. Vágjátok. Na, csak ide jöttök ti? És nem azért, mert nem akarunk vinni senkit. Csak mi az, hogy vinni valakit? Kik vagytok ti valami lelkitesti sérültek, akiket vinni kell? Farmoljatok ki egy erős karit. 3-4 hónapja mondogatom, hogy farmoljatok dragonra. És akkor előjönnek itt ilyen 800-as sebzésekkel az emberek. Mi volt a terv? Hogy majd ha leírom, hogy léteszi, meg lici, akkor majd visznek, oszt cső. Itt meg kell mutatni. Ott van Heredur, ha nem hal meg 15 perc alatt, azt ütik négyen, akkor baj van. Hát ennyi. Ez ilyen egyszerű, gyerekek, ez a játék. Kibaszott szigorú matematikáról szól, amit nem lehet megcseszni. A számok makacs dolgok. Spinoza után szabadon. Ilyen egyszerű. Nem tetszik, nem tetszik. Játszom mást. Azt mondja, tudok, tanknak nem a sebzésének. Máté tankolt a Grimmagot, kétkezest kért tőlem annó a kurva nénikéért. Hát Máté az mondjuk egy őrült. A lét szit ez szép volt, Bözsi néni. Ez így ez a mondat szerintem megérdemelne, hogy kitegyem a falra, bazd meg kinyomtatva. A létszit C-vel. Létszit C-vel. Kurva jó volt. Mondjuk nem tudom, hogy ez a létszi rosszabb, vagy a léci. Egy C-vel. Szia, Szilárd. De mindegyikkel jókat szoktam szórakozni. Szalagkábel. Léci, adj kekszet. A pls.com-ra kell írni. Vagy léci.pls, vagy hogy volt? Ja, léci.pls, igen. Nem, gyerekek, tehát itt az van, hogy nem az, hogy léci, vigyél, hanem figyelj, nagyon, nagyon szar vagyok, de ha viszel, akkor megpróbálok felelőni a csapathoz, így meg úgy. Na, ezt nem hallom ezekben a hozzászólásokban, meg nem olvasom. Hopp, kétkezes bárd, az anyádat! Gyerekek, kaptam egy ritka kétkezest, 87 fegyósebi, 1744 krit. Sárga kritet kaptam bele. Vicce, mi? Na, régen hardre. Jól van, gratulálok. Értitek? Nem az a kunszt, hogy ki erős meg ki nem, hanem ki gondolja úgy, hogy akkor hozzá is kell járulni a csapatsikerhez egy létszizésen kívül. Mert létszi vigyé, aztán akkor onnan el van döntve minden, dolgozzon a többi köcsögén meg, addig elpázott meg droppocenek. Hát persze, és akkor tudom, csak a régi beképzett köcsögök nem visznek engem sehova. Mihez gratulálom? A Barthoz. Ja, ahhoz! Ja, jó, én azonban túlléptem. De azért ez. Mi? Nagyon jó. Csonti, nem arról van szó, hogy alap a kék vagy nem a kék. A helyzet kitárgyalása, érted? Sziasztok, szar vagyok, ennyi a sebzésem. De így izélek, így kompenzálok. Mert tudom, hogy ti meg erős karik vagytok, azaz már 3-4 éve farmoltok, meg beleöltétek a pénzt, időt, akkor próbálok felnőni a többiekhez. Érti? Mert a mi időnkben mondjuk eszünkbe se jutott, hogy belécizzük magunkat egy erősebb csoportba.
elő nem fordulhatott. Tehát az ilyen nem volt. Szerintem az a szerverről kibaszták volna a picsába, aki ezzel a 2-3 évvel kezdtem létszizni. Létszik vigyében, mert erősebb vagy? Jó. Szia. Anyám, rosszat nyomtam. Az ilyen 9 éves lehet szerintem. Nem, itt nem egy emberről beszélek. Nem, hanem mint viselkedési kultúráról. Hogy ezt beszéljük át. Hogy ez ezért van. Az igazi kulturált ember, az nem azt nem írja le, hogy létszizik. Nem a stílus. Az igazi kulturált játékos nem kéretőzik be sokkal erősebb csoportba. Mert tudja, hogy ezzel nagy hátrányt okoz a többieknek. Érted a különbséget? Az a kulturált viselkedés. És az, ahogy ilyen 12 fajta helyesírással leírja a lécit, azt hiszi, hogy onnan kezdve már nem tudom. Mehet dropot szedni, a többiek meg szenvedjenek. Meg fizessenek, vagy akarjon, csináljanak, amit akarnak. Hermit, kitaláltam egy új szót. Na. Kérsz civigyél trácskán. Ez hülye. Lécike, öld meg nekem, dragom, azt köszönöm. Lécike, öld meg nekem, dragom. Igen, máma velem is közölte egy 29-es, hogy vigyem, mert ő erős. Ez volt a vége. Légy szíves. Amikor egy 29-es, erre még azt mondja, felnézett, közölte velem, hogy ő erős. Mondom, azt hogy érted? Tesó, hogy lesz te erős? Várjatok, amíg rám jön. Ja, bocsi. Igen, ez csak a hideg logika. Most is. Bekaptam 3001-et. Igen. Pedig csak 10 centit kellett volna. Azt mondja. Gross Big Boss, Monsieur Pleles, Léci, vigyetek Ultrahardragarra, ingyen dopot venni, hogy engedj vagyok, megvan a 30-es szint. Írd vissza, hogy Ultrahardra, azzal nem lehet menni, csak 50-től. Mi van, cica, elpusztultál? Köszi, Hermit. Nem, szóval itt kezdődne a kultúra, és ha azt mondod, hogy így kezdett, szia Hermit, mocskos szar karakter vagyok, nemrég kezdtem, meg inkább lolozok, meg cségózok, mint hogy ezt a szart játszam, de azért szeretnélek megkérni, hogy vigyél be. Hogyan tudnám kompenzálni a köztünk levő erőkülönbséget? És akkor vagy azt mondom, hogy A, ha pesti vagy, adj egy csokit, vagy ha B, ha vidéki vagy, akkor meg tegyél rombit. És megbeszéljük. Lehet ilyen léci.pls, meg a fenyegetőzés, és akkor odaírja a videóim alá a kommentbe, hogy ti miért nem eveszitek a gyengébbeket, beképzelt köcsögök. Nem, szerintem pont a gyenge beképzelt, hogy ő vitetni akarja magát csak úgy. Értitek? Ez olyan, mintha most oda mennék a boltba, akihez, neked sok pénzed van, te beképzelt köcsög, miért nem veszel nekem csokit, hiszen nekem kevesebb pénzem van. És így nézne utána, hogy what? Nem erre jöttök? Arra mentek? Igazán, Hermi, hát merre szeretnél menni? Jó, hát a kis szintű erős kari, ez 10 000-ből egy. Meg nem mond nekem, hogy egy ilyen Dark Ranger PvP, meg ezek, ami kis szintű erős kari, az ráír, hogy léci.pls. Érted? Ne hozzuk egymást lázba, gyerekek. Nem az ír rád, hanem a 4 napja kezdett karakter. Nem, azt a viselkedési kultúrát, amiatt a régi karakterek 90%-a nem áll szóba veletek. Ezt értsétek meg. Ez miatt. Mert úgy érzik, hogy szartig ki akarjátok őket használni. És lőni igazuk van. Próbálom ezt a szart kikerülni, ha? Ne próbáljátok hülyének nézni a 30-40-50 éveseket. Ennyi a lényeg. 11 évesen. Egy létszivel. Hát anyunak otthon létszivel lehet, hogy ad 500 forintus zsebszén, de idegeneknél mit akarsz elérni egy létszivel? Farmal, azzal igen. Ja, bocs, én még gyenge vagyok, mehetek veled. És mivel kompenzálsz, tesó? Zaxrombit, vagy mi? Ja, nekem nincs olyan. Én loloztam az elmúlt hónapokban, honnan lenne? Akkor mi a terv? Hát, hogy te viszel, és megcsinálod helyette. Ki ne verjen neked, kis tesó? Nem szeretnéd, hogy ne fáradjon a kis jobb kezed? Na, úgyhogy ne fárasszuk egymást. Dolgozni, az! Keményen, a karival, itt ülni előtte, posmányodni meg, még olyan hülyék is a csapattársaid, mint Bözsi néni, meg Milinte, akkor is.
El kell viselni őket, kész. Bözsi néni is itt kiabál. Milint, te szólj már valamit. Rögök magamba. Beleestem a lézerbe. És meghalok. Mert béna vagy. Persze. Köszi. Mind vagy. Hoppa, gyöngyömér, még oda megyek. Hú, de elhalkultál. Én? Aha. Nem, te halkultál el akkor. A fejed, belülről. Na most itt van valaki? Most beszélj. Itt ki van? Ja, itt a fej nélküli. Mindenki elhalkult. Akkor nálad van. A hiba az önkészülékeben van, kedves Mirinte. Menjetek nyomattunk már. Egy fej nélküli? Hát, ha lehívod, öcsém. Ne, jó, akkor jó. Teszel valami erősebb teszit. Azt mondja, engem is állandóan kértek 15-ös PvP karik TP fogónak. Lila jó lesz, nem? Mit tudom én. Na várjatok, ki kell... Bazd meg, ez úgy lesz tannolt, nem tudom ki... Na várjatok, jövök. Ne nyug... Őgy! Gyere, buzi. Hallod, egy ütés volt a fél HP-m. De hiába nyomkodom a vérszomjal. Valaki létsz. Köszi, Ermit. Több kezem már nincs, gyerekek, oldjátok meg. Ez egy ütésből megölt. Hát én is, te ez... Jó van, szerintem te noob vagy ehhez a játékhoz. Gyerek, 15 méterre vagy... Szerintem is. 15 méterre vagy tőle is meghalsz. Hát hogyan? Hát menjetek nem. Már ki abba a kurva range-ből, amelyre üt. Á, 3000-eket üt belém, nem fogom bírni. 3-4-5000-eket üt. Hát igen, Bözsi néni. Jó neked, ne, de régi, köszi, régi motoros vagy, neked nem kell mesélni az életet, itt érted. Á, gyerekek, nem bírom még potival se. Ezt valami olyan mocskos potikkal kéne megölni, ami nektek nincs is. Megeszek egy karamellát. Baszhatom a karamellát, az a baj. Á, le is tanul. Fontos meg, pedig itt baszogatja itt a kis ilyen mobokat. Köszi, Milinte papa. Csontos elment mobot ölni? Ja, hát itt elkezdte ütni a lépcsőnél a mob. Az nagyon hozzájárulás. De ez amúgy tényleg ki tudja dobni a ruháját? Én honnan tudjam? Én tudod, mikor kaptam tőle? Szerintem 2 éve. Na, öljetek meg! Öljetek meg! Nagyon kevés van neki. Hülye, én öltem meg ugrással. Hát, csak majd... egy izé belépő. De milyen gyorsan megöltük eszével, ugye? Szia, postás! Hát azért beszéltünk régen, mert amióta videós csatorna tag lettél, te úgy döntöttél, hogy sunyiságban inkább, hogy ne kelljen videóznod, nem állsz többet szóba velünk. Nagyjából ennyi történt. Tessék, egyből Lilát. Hát igen, ez egy Bözsi néni. Ezek az öreg játékosok. Már nem úgy öreg. Na, értitek. Amúgy Hermit szerintem azért ült meg, mivel szerintem már itt is benne az a logika, hogy kétkezessel van ezért. Izé, mi az? Kevesebb HP-ja is van. Na. Dolog. Jó, nem bánom, hogy kicsit beszélgettünk gyerekek, mert azért viselkedés kultúrából beszélgettünk egy kicsit. És aki akarta, az megértette. Aki nem akarta megérteni, az meg úgyis leiratkozik a csatornámra. Ez a kétfajta ember típus van. Jaj. Melyek, Ctrl, Alt, Shift, 1. Ó, tökéletes, a jól a mouse-t meg. Várjatok egy pillanatra, Ctrl, Shift, O. Oké, akkor a mínusz. Várjatok, mehetünk. 1 éves a Karim. Pff, lehívom Szargont. Minek? Hülye vagy Szargont? Az durva. Évvégére valahogy kellett valamit csinálni, de itt van az egész nyár, szóval így minden megváltozik. Na bazd meg. Szargont akarjátok megölni, tényleg? Én csak kérdezem. Értem. Ha azt akarod, hogy 51-es legyél, akkor nyold meg az Alt-F4-et. Jó van, Milinte, rendes gyerek vagy te. De miért írod, miért nem mondod? Mi van, Milinte, némasági fogadalmat tettél? Mi? Dehogy is, szerintem csak egyszerűen izé. Bejött a 97 éves élettársa. Nem akarta, hogy lebukjon.
rákattintok egy bossra, hogy, vagy mobra, hogy ütöm, erre meg akarja kerülni az egész épületet. Gyönyörű. Sargonízi. Délután pedig mennyit balfaszkodtunk vele. Halljatok, mert lézer van. Na mindegy, nem úsztam meg. Hő! Azt a mindenit. Utálom a törpéket, mert túl erősek. Nem érdemlik meg egyszerűen rohadékok. Ennyit már nem érdemelnek tényleg. Teddy, hova lettél? Mindenki elment a hangja? Aha, mindenki elment a hangja. Én meg ragzok, mint állat. Nem, én halkultam le, baszd meg! Elnémult. Mit adod? Na most jó, elnémult a rohadt izém. Nyomkodtam itt a gombokat, a... Hogy hívják ezt a... Discord? Nem a Discordhoz, a Yolomaushoz, és az ugyanaz a gombkombináció volt a részben, mint amivel elnémítottam a Discordot. Jaj, de noob vagyok, Istenem. Énekeljétek kórusban, Hermittenúb, Hermittenúb, jaj, te szerencsétlen Hermittenúb. Eskü, ez még jó is volt. Postás barátom, legyél szíves, álljunk meg egy pillanatra. Postás barátom, légy szíves, ide teszem neked a linket YouTube chatre, barátom, és akkor ide gyere be Discord. Annyit kell csinálnod, hogy rákattintasz a linkre, bejön egy oldal, oda beírod mondjuk, hogy postás, és continue. És itt vagy nálunk a szobában, Discord nevű programot használunk, aminek van webes felülete, letölthető kliense, és telefon ikonja is, vagy mi ez nem ikon. Na akkor mit akartok most csinálni? Alkalmazás. Az alkalmazás. Mit akartok most csinálni, véreim? Hát csontos, szargon akartam meg. De melyik az a szargon ez? Ez agancsos, nem szargon. Nem, az ott jobb alul. Igen, az agancsos, ne verjük át egymást. Júj! Ott a gyöngy. Na Bözsi néni, akkor most magyarázd el, hogy ez hogy lesz easy. Jaj. Ez ilyen meteorok. Dobál még, nem? Mert én úgy láttam videóba. Hirdetés nem akarok mondani, hogy kinek a videójáról. De ki? Mondjad. Hát most miért ne? Nem vagyok, ja, jó, nem vagyok én RTL. Izsó. Izsó, Izsó videójáról. Akkor Izsó videójáról. Jó, hát miért ne? Hát most... Jó, akkor ezt most cenzúrázzuk. De miért? Engem nem zavar. Nem, tehát én nekem örök mondásom, hogy a YouTube-ot azért szeretem leginkább, mert egyik csatorna a másiknak sohasem konkurenciája, mert nem az van, hogy vagy. Érted? Meg mit tudom én, pizzából nem tudsz két fajtát egyszerre enni, mert annyi asszony bólogat, hogy ő igen. De itt YouTube-on most ő csatorna, én csatorna. Engem zavar egy kicsit az ő primitív növényi szintje, de alapvetően csinálja a mi hülyeségeit. Tehát nem miattam, egy órát beszélhettek róla, csak minek. Tehát, ha lehet róla egy órát beszélni. Jó. Ami engem sokkal jobban elborzaszt ebben a magyar videózásban, hogy most már egy csomóan kidolgoznak, Isten tudja hány ezer euróért Hamburgban, a modik közül, és mindig olyan csórón oldják meg a technikát. Rosszabbul, mint ahogy én alapban elkezdtem. Bújj el ide, Bandi! Júj, mi van? Azt mondja, bújjak oda, azt kaptam 9000 sebzést. Tudod, hogy megijedtem? Miért elég? Postás! Per pillanat meg kéne szólalnod. Hallottok? Tökéletesen sajnos. Nem mintha érdekelne valakit a hangod, de... És ha oda elbújok, az nekem miért jó? Akkor sziasztok. Ciao. Mert bocsi Bözsi néni, de nagyon easy. Igen. Bözsi néni, ezt benézted. Eleve nem itt kéne tankolni, hanem kint. A lézereken kívül.
Jót csináltak. Hát, de miért rám jön? Azért, mert jövök. De nem is találom, ez a nevetség. Hát nem találom a hulládat, bazd meg. Tudod, hogy közelbe kell hozzá lenni ahhoz, hogy éleszteni, ott meg vagy. Na jól látom, akkor hardmapposztok? Hol lovárban? Igen, hardmapon próbáljuk ezt a szart megölni, úgy. Igen, és Csontosnak támadt egy olyan ötlete, hogy most kéne szaragonozni. Igen, csak nem értem. Ne, azt hagyjuk, úristen. Nem, csak megölöm, nem értem, hogy miért, miből gondolt a Bözséni, hogy ez easy. Tehát egyedül ezt az easy dolgot. Ez nagyon itt. Bementem így kínzóba is szólóra, hát... Rám húzták így ezek a fekete lovók, ilyen 3000-eket szól így. Csak magában. Hogy vagytok vele. Na, így viszont már jó. Drogon igen, meg itt alakítvál. Már egy szinte jobb, ha ki van húzva. Csak azt oldjuk meg, hogy a Bözsi néni lője, mint a disznó, mert ő az egyetlen. Áj, bazd meg. Ott a fél csapat ilyenkor ki szokott halni. De jó, hogy... Mi? Halott kimegyek a körből is meg. Te húzz meg el innen, mert te nagyon gyenge vagy ehhez, rektek, és csak eszed a izét a követ. Nincs értelme. Sebezni úgyse tudod nagyon. Megint engem. Hát rajta a vért szomjam. Hermit képzeld, kivágtak engem a DSU magyar csopiból, mert volt valami idegennek, aki azt mondta, anyáztam neki, és akkor van a Norbi, a Kalel, az meg elhitte. És de hát neked nem is olyan a stílusod. Hát tudom, hát erről van szó, a gyerek így bekamúzz, és erre én vagyok kitiltam. Te nem is beszélsz meg. Csúnyán, én vagyok, aki csúnyán beszél kettőnk közül. Öcsém, rajtad van a vérszony, hát miért másokra mész? Meg figyel, Izsó így rám ért privátba, hogy bannoltatni fog engem. Ó, hát az mindenkit bannoltat. De, és megfenyegelt engem. Jó, de ezért mondom, inkább ne is beszéljünk róla, mert nem tudok, nem, tehát kész. Én nem értem, hogy ő hogyan él, tehát már úgy, hogyan él túl. Tehát ahhoz a túléléshez kell egy bizonyos... Írom neki, hogy nem bírod a kritikát, Izsókám, és amit leműveltél Hermit, inkább dugulj el, és akkor erre letilt engem a gyerek. Jó, hagyjuk, nem. Én nem akarom őt bántani, mert most nem is témám nekem, csak ez a bannoltatlak, hát kivel? De gratul, jó. Azért gyerekek egész gyorsan lement. Tehát én nem panaszkodok, szerintem kurva gyorsan megöltük. Hát Bözsi néni gondolom Lilával, bazd meg is pont elment adott a lézertrég, mit rögtem volna, lerúgja. Na mindegy, ne is beszélgessünk róla, mert nem, érted, nem tétel, tehát... Én annyiszor hallottam ezt a bannoltatlak. Hát ott van, tudod, amikor feltettem azt a videót, ahol éppen fenyeget, de a beszélgetés még megvan. Mindenhol ez a stílus. Bármikor tudok bele új videót csinálni, hogy megveszlek kilóra. Jó, mondom, úgyis kövér vagyok, mint a malac, úgyhogy ez drága lesz. Hiába, figyelj, mivel hogy én kigunyolom magamat, ezért már más már nem tud kigunyolni, értitek? Ez egy nagyon jó technika. Mindig tud magadat kinevetni. Rektek, te neked még nem kéne ezt a játékot. De azt hiszem nem támaszgatlak többször, mert nincs értelme. Nem vagy még ide való egyszerűen. Szerintem sem. Egyszerűen nem vagy ide való. Szerintem neked normált kéne farmolni még egy fél évig. De azt hogy csinálod, hogy te 50-es vagy, én meg 47-es, és én kevésbé halok. Mert te tank vagy, bazd meg. De kétkezessel vagyok. Ja. Ha mindegy, akkor álljál vissza izére, pajzsra. Mert csak pazarlod a drága kövön. Nagyon drága a fegyverhúzás, úristen. Fegyverhúzás? Az a hagyjál békén, az... Fúj. Belehúztam 10 millióra, és csak egy szintet sikerült is fejleszteni. Basszátok meg, megvan a baltám. Leszorom én a sebzést, de végre lesz kritem. A normál nehezebb, mint a... Mi van? Kinek van ott milyen? Mi van, Grész? Mi a nehezem? Mitől nehezem? Kinek van itt? Milyen? Meg így rám ír egy olyan gyerek, hogy Máté Buzi 12, hogy nem össze velem event hardozzon, no, hagyjál meg, ilyen 10-es szintű gyerek, meg mindenki rám ír, én kecske, meg ilyesmi rám ír. 10-es szinten nem is lehet hardozni. Ez egyik, a másik meg, hogy mit akarnak ezek tőlem, húst. Mi nem csopival megyek, miért kell... Nem sokkal vagyok kisebb nálad, de én csak tömörgyönyörnek hívom magam, hát igen. Ez a droga is milyen gusztustan ez. Na, mi van? Hát megfagytam. Rajtad a vérszomjam, tesó, nem akarsz nekem rontani? Szia, Jobu! A bosszok egyszerűbb sima szörnyet ölni, mint a bosszokkal. Értem. Értem, uram, a technikádat. Egyszer Bözsibe indul, úristen. Ott nőnövön nem marad. Jobut már rég elláttuk.
Na, bocsi, hogy így kikeltem az előbb magamból, de meg kell, hogy értsétek, hogy mi volt régen a technika, meg mi most a viselkedési technika. Csontosod bele ott a lézerbe? Hát nem figyelt. Tudod, éppen tankolt, hogy nem tudom. Na, húzzunk már innen. Csak ezen a felén állunk, mint a hülyék. Én megmondom, hogy meghal valaki, és akkor rányomok, hogy feléleztem. És akkor meghal megint valaki, ott van megint a jelecske. Mondom, nem vettem ennyi lélekkövet. Aztán most vagy bebugolt, vagy más is rányomt, aztán rányomott, és visszaadja, nem tudom. Igen, igen, igen. Mert régen meg a tiédet is elvette. Ó. Persze, jobb jöhetsz, ha majd elmegy valaki. Bár nem tudom, hogy sokáig leszek, mert csak addig, amíg asszonypajtás évre van. Bocsi, gyerekek, egy ilyen 30 négyzet, szia Péla, egy 30 négyzetméteres kis garzonban vagyunk, és hogyha ha villanyoltás, akkor villanyoltás. De holnap leszek, ígérem. Halljátok, most olvasom, hogy hétfőre jön ez a általános bugjavítás, tudjátok a töltőképen, mert érdekes módon, nem tudom ezen mit kell javítani. De Csontos, miért akarsz mindenkit lehívni? Áldjon meg a jó Isten. Te nem akarsz izéd mini eventezni, mert ahhoz kéne a gyöngy. De már csak az agancsos van. Tényleg holnap lesz a mini event még. Bizony, és ahhoz nekem még annyira nincs gyöngy. Mi az, hogy 66 gyöngy? Nekem nem 66 gyöngy volt, basszátok. Most 11-ig izét gyűjtök. Hova lettek a gyöngyeim? Elég jól adjam. Ja, hogy egy sorozat már kész. Ne ijeszgessetek már, basszus, akkor 1065 van, 64. Jó van. Hoppá, csiszolatlan Rubin, senkik vagy. Nekem csiszolatlan Rubinom van, neked nincs, akkor senki vagy. De ki ledobott a szobáról, ami. Na, gyerekek, annyi a lényeg, hogy én nekem délelőtt el kell mennem ruhát venni, majd megmondja asszony, hogy mi a legkorábbi időpont, amikor lehet menni. Asszony tud mindent, én csak itt vagyok. Igen. És hogyha végeztem, hát legkésőbb dél megjövök, de lehet, hogy már előbb. Hoppálé, na várjatok, mert az nem úgy van, hogy ez... Hülyék, ezt nem tudom, hogyan éljük túl. Ez, bocsi, erre nincs ötletem, ezt elcsesztétek, hogy lehívtátok. Ezt miért akartok még megidézni? Nem tudom. Van a csopiba közben, mert... Nem tudom, de ti kihaltatok, mint egyszer. Hallod, van üresély a csopiba? Közben én is így egy... Ja. Köszi, Bandi, de ez így vált. Te ide ne gyere. Az a gancsost idéztétek le? Uh-huh. Vagy kit? Úristen, ne, arra ne beszéljünk, az is... Nem tudom, futkorászni tudok körülötte, ennyit tudok csinálni. De ha eltalálnak... Ez a baj, hogyha még kihúzzuk, még akkor se. Á. Hát ez de nem az, hanem olyan szinten sebez. Jó, olyan hát. Szinten sebez, gyerekek. Ez a óra is ráadásul. Ennek hőkövetője, nézzétűzője igen, van? Minden követője van, igen. Úgyhogy itt csak futkorászni tudok, ti meg messziről lelövöldözitek. Ennyi, amit lehet csinálni, de ne, nincs. Tehát nincs még megsebezve, jelentem. De miért idézték le a... Honnan tudja, meg sem? Látom meg. Ó, még jönni fog. De jó, ez a hőkövető rakéta, bazd meg. Jó, hagyjuk gyerekek, mert ti csak sorba haltok te. Meg már én is, de nekem legalább van prémem. Nem, nincs értelme. Bágos. Hozd fölül a lépcsőig, és mindenki más hátra. Melyik lépcső? Eddig a lépcsőig? Jó van. Hát de jó, hát akkor valaki más ne nyúljon hozzá. De már itt van a lépcsőn. Majd lépek. Bágos a jutalom rád a Hollowárba az utolsó mappon, hogy a harmadik lábban nem kapja ki lépett el? Ki megy el? Én. Jaj, Milinte, de sajnálom. Kötelező, nem maradhatsz még ennek a végéig se? Ha? Ennyi volt meg. Tessék? Nem tudok, már idegeskednek Skype-on a izék. Kik? A verreim sírnak, hogy megint hőkövető rakéta. Na Milinte, mikor számíthatunk megint rád? Hát mi is megkapom a kódot. Meg azóta se kaptam. A YouTube. De melyik kódot szeret? A kódja nincs a YouTube-nak. Mire gondolod? Hát a jelszó, akkor mondom úgy. De miért te nem jelszó streamelsz? Te feltöltesz? Nem, streamelek, csak ugye már nem tudok belépni. Mert meg lehet változtatva. A streamhez nem kell belépni, a streamhez csak egy stream kód kell. Igen, az megvan. Akkor nem értem, mit kérsz. Jó. Akkor semmi.
Húzzál már vagy... onnan rekt, ezből melyiket nem érted? A húzzál már onnant, vagy a rektet? Na, hát csak nyomd be simán azt, vagy feltölteni szeretnél inkább, Milintem, mert akkor megadom a belépést. Nem, inkább a stream. Na, áldja meg a jó Isten, mindegyikben benne vagy, oh. Bezsi, most akkor mi legyen? Hagyjam én is? Jó. Már nem, nem mentek többet, vagy így ennyi volt közben. Oh. Jó. Csak már szeretnék onnan elmenni, mert igazából ide szokták kihúzni. Megmutatom, hova szokták kihúzni, ide. Itt szokták letankolni. Ide beáll egy ide valaki. Ide ki lehet húzni. Igen. Most a bug-ot mutatod neki? Hát az nem bug, mert... Ó, hát tagítod a szia PLS, dagasnom. Amúgy tök jó, csak az íjászok ne nerfelték az íjat, de más használnám, ez is meg jó. Elcseszted, Bozsi felakasztotta volna, de te elrontottad. Pont én? Mivel? Hallod, Bozsi, az itt most úgy üti. Sajnos meg. Anyádat. Azt se tudom, mi történik, mert mindenki hal. Hova megyek? Mert nem látjuk, hogy mi történik, Bözsi. Hello, mert jó, nem értjük, hogy mit csinálsz. Azért. Mert nincs ott kamerám, ez nem lol, hogy odahúzzam a kamerát. Mi az, hogy mindenki ember? Ezt jó mondta, csak nem értem. Érted? Nem ugye tudjuk, azt mond... hogy... De nem tudom, hogy mi történik. Hát honnan látnék oda? Tudod, mert Bözsi néninek nagyon drága, gondolom, belépni ebbe a izébe, a beszélő programunkba, így aztán ki kéne találnunk, mire gondol. Gondolom, azt akarja mondani, hogy mindenki hibázik, csak ennek nem értem. De nem az, hanem az, hogy Bözsi néni ki tudta, hogy mit akar csinálni. Nem volt ideírva, nem tudtuk. Dramat is úgy elbaszták, úristen. Hű. Nem mondtam valami újat, mondjuk, de... Amúgy itt nincsen valamilyen gomb, amivel így nyomod, és akkor tud beszélni, mint a TS-nél. Meg így nem tudom. Mindenki hal, mondta mindenki ember. Nem azért, csak mentem éleszteni, mert hogyha halnak, tudod, akkor közel kell menni, és megnyomni, csak úgy tudod megnyomni a követ. Mindig csak hagyjátok rám egyedül. Na látod, Bözsi, ezt az elején kellett volna, köszönjük szépen. Ez az, amit nem tudtam kitalálni, hogy milyen terv. Én még életemben nem akasztottam ezt a szart egyedül. Nem is láttam még. Istenem, PLS, itt PLS, ott PLS. Istenem, gyerekek, van olyan ember, aki szeretne beszélgetni velem, és nincs benne a mondatában a PLS? Köszönöm. Amúgy engem nagyon idegesít ez a PLS meg a léci. Amikor így írják, hogy PLS meg ilyen, nem tudom, ez a... Ki akarják tőled így, nem tudom. De mit ez nem idegesít, amikor valaki úgy írja, hogy PLS-ke? Mi van? PLS-ke? Uh-huh. Becézi a PLS-t? Uh-huh. Megjött Szóka doktor, és már itten húzogatja a macska bajszát. Szia Zuzuzuzuzuzu, szia Máté, tényleg ott van. PLS Dragon Norm, persze, PLS. Dragon Norm, persze, az a legszor. Bementem Hermittel izével Dragon Normra. Tudod, tettem ilyen nagy rombit, hogy én most aztán... aztán két meg sem től meghalt. Nagyokat rögtem. Ja, én tudtam, nem az igazából, tudod mi zavar? Már amikor megtudtuk, hogy lesz Dragon, előtte két hónapban megmondtam, hogy nem fog másból állni a chat, csak hogy PLS, please PLS, létszi, létszi, ke, létszi, cici, cici, létszi. Legendás kesztyű. 1100 körül, Máté. Mindjárt 1100 lesz. Szia, Szalai Máté. Legi kesztyű, congratulation. Na, szóval... Nem úgy kezdődik, hogy PLS. Segítsél, létszi. Most miért nem segítesz?
Szia Csontos! Szia, szia! Csontos az jó gyerek. Na, tudjátok, hogy miből derült ki, hogy Csontos jó gyerek? Amiért bírom a fejét? Mert itt Izék is bejött, és az összes lélekkövét hajlandó volt elkölteni ránk. Értitek azért, hogy hol kezdődik egy korrekt kis kölök nálam? Magyarul nem zsidó, mondjuk. Igen. Nem az a léci pont PL-es, hanem amilyen van, az betolja a közösbe. Amúgy nagyon utálom ezt, amikor így vagyok gyere... így egy tímmel, aztán egy darab rohadt követ sajnálnak, egyszer meghalok, de itt így fatálon, és így véletlenül, és akkor nem élesztenek. De ők meg elvárják akkor. Szeretnék veled beszélgetni, de PL-es léci farmolt ki nekem a Dragon Set-et. Jól van. Úristen. Az jó lesz, hogyha izé, elküldöm DHL-lel. Végem van. Na, izé. És akkor tudjátok, nézd ide. Ennyit beírtok, és ez már kultúra. Látjátok? Ez már a játékos kultúra része a DSO-ban. A city full, és mindenki érti. Érted? 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 Nem, csak a logikát kicsit helyre tenni. Meg ez a kifogásrendszer, hogy azt mondja nekem az ember, Máté, tudod, mit farmolok ki neked? Egy kiló zöldet, hogy megnyugodjál. Na, az a kifogás tetszik, amikor szia, vigyél engem eventre. Most nem. De miért nem viszel, te bunkó köcsög, amikor én szépen kértelek? Very faszom. Értitek a logikáját, tehát nem kell azt hiszem ragoznom. Úgyhogy... mondom, akkor jó. Erre nem is gondoltam. Na, úgyhogy ilyenekkel tele vagyok. Tehát ez... ajaj, ezt... nem, ezt akarom megtartani. Kétkezes... ne, szarazok én kétkezesekkel, úgy döntöttem. Igazam van? Rettenet, Kat. Krit érték. Hoppá, 70-esen. Bazd meg. Ja, hogy ez csak 45-ös. Segíts, kénföldi böjtön PLS. Ingál kettéke. Mit csinál? Ezt írónába írt meg. Ja, tehogy is. Bazd meg, 70 sebzés van összesen az acélkarmomba. Az helyett egy krites acélkarom kéne, szarok én többé a sebzésre. Oh, de gyönyörű. Na, úgyhogy gyerekek, akkor be kell szereznem egy krites acélkarmot. Az már tudkó. Fakó lenne. De viccesen rossz vagy. Például egy ilyet, igen, csak hát az 5 lyuk. Hiányozna, mondjuk a 4. Ja. Mondjuk tudtam 1000 maxos kétkezes bárdot. Gratula. Hermit fiam 50 tank letonkolta nekem Mortis kínzót. Jött valaki megszólalni. Magának ja. Pénzeri a saját keresett nyelvhoz, hogy nyomjuk. Közben letöltöttem ezt az alkalmat. Fiam 50-es tank letankolta nekem Mortis kínzót. Mivel? Mindig izé holovárba vagytok? Ha nem baj az, ha... dehogy is, most kijöttem a városba, mert nézem, hogy mit balfaszkodok, de csak balfaszkodok. Hát nem baj az, hogyha valaki letankolja Mortis kínzót, csak ne vált tőlem, várjatok még el ilyet. Ahhoz még kell szerintem egy év. Vagy fél év, vagy mit tudom én. A választ miért olvasztom? De nincs benne 1100 életerőpont, ugye? Abban meg van. Aha. Mi van? Most mit bénázok? Úgy. Na, szóval... na. Mindegy, aki érteni akar, az ért engem, aki meg nem akar, az úgyse érted most. Ja, most ezt nem tesszük be, ez mennyire nagyon terhető, hogy így az eventet kivinni, mármint mini eventek meg ezek. Hogy micsoda? Hogy akarom-e? Mármint, aha, mennyire van kedved? Hát, jó lenne, csak nem fog menni. Nem lesz rá időm, dolgozok. 200 sebzés, 100% fegyversebzés, de gyönyörű. Tankitata, amúgy hogy vagyok, nagyon rosszul. A miniba belépés kb. 100-200 között lesz körönként, Máté, de hányszor mész be? Nem értem mindenkezni, hogy olcsó lesz a belépő egy körre, de hát nem egyszer kell bemenni 50-szer, basszus.
Én ezt nem értem, miről beszéltek. De igazából így, egy három nap, így háromszor kell leírteni a fura, hogy bemegy, vagy kettőször úgy. Mondom, nem ez a bajom, nem ez a bajom. Na nézzük csak. Azt hát így hosszú távon így nagyon sok ez, hogy belemúlni. 1.55. Ezzel meg 2.13. Hát sajnos nem lehet. De miért lesz 2.13? Nem értem. Hát, jó, hogy 1.38. Oké, nem szóltam. Hát akkor sajnos nem cseréljük le. Jaj, annyi speedet vesztek, hogy nem éri meg. Akkor jó az a kard. Hát nekem van gyöngyöm. Jó van, na. Hát most jó, ügyes vagy. Génius. Valaki nem tudja, hol van Yulov láda, mert van Yulov kulcsom, csak nem tudom a ládát. Hát attól függ, melyik mappon. Hú, de miért van most Yulov láda? Tehát most meg... nem az, hogy Yulov láda, nem ilyen tök, vagy... Nem tudom, van ez a lezárt láda, és annak van egy nagyobb változata. Na még arra több nem jártáltam be. Nem merek addig bemenni, amíg nincs meg egy 2-3 ezer gyöngyöm talán. Nem tudom, mennyi lesz a mini event, egyszer nem bírom fölfogni. Hát... Mert oké, okay, hogy ilyen... Száz az első, jó, ugye? Jó, 100, de hányszor? 17-szer hát vagy 32-szer, érted? Tehát, itt ez a bajom. Mert ha közben kell farmolni a gyöngyöt, az meg annyira öngól, nem? Na mindegy. Én is ilyen vagyok ilyen szerencsétlen, nyitok ilyen szerencsében a sötétét, és háromszor kikapom a kesztyűt, agyfasz kaptam. Hát olyan nagy vérzést kapom, amikor meglátom, hát én eldöntöttem, innentől kezdve nincs ilyen. Hát ezt elhiszem. Én fixen fogom most már, mert nem kell nekem ilyen, hogy talán megkapod. A randomítás olyan gyűlöletes pontja ennek a játéknak, ami miatt teljesen nem megyek kedvem tőle. Nem teljesítmény van, hanem lottózás. Meg ez drogon fegyver is, hogy mikor kapott ki ezt? Jövőre. Úgy tervezik. Mi drogon mármint nem a fegyvert, hanem a darabjait. Mert ugye csak egy darabról van szó, és most is bementem már 10-szer minimum, és nem kaptam meg annak a darabját. Biztos vagyok benne, hogy úgy tervezik, hogy ne legyen meg az egészet senkinek. Persze. Mindig gyere újra az... Beraknál is az volt nekem, hogy hiányzott egy darab, és ez érdekes módon nem adtak ide, a többit így azonnal kiadta. Mikor volt ez a minifigura, tudod. Miért van itt nekem kérdőjelem? De jó. Ó, tudok nyitni egy napiládát. Halljátok, kaptam napiládából egy ilyen... Én 2-3-t kaptam, és 100 darab sárkányt. Én 5 darab serkenypénzt is egy hard belépőt. Na. Rektegat, Jobuti nem jöttök be? Én most megyek. Jobu már nem tudom, mikor jelentkezett. A régi és az új Dragon Set összesen 70% sebzést ad. Zseniális. Ó, kaptam már itt a karamellát, felé kujából. Szettettem, meg semmire nem jó. Jó, az jó. Na. Jaj. Igazából ugyanúgy az a jó ebben eventben a Dragonban most már, hogy sárkánypénzt ír meg hülyet farmolni, de tényleg. Igen. Figyelj, Bözsén, én azt mondom, hogy mocskos erős tudsz vele lenni. Megmondom, hogy mi a problémám vele, és nagyon egyszerű problémám van. Az, hogyha Bözsén néni erősebb lesz, akkor könnyebben gyilkol. Akkor viszont nem csak Bözsén néni lesz erősebb, hanem nagyon sokan, hiszen nagyon sokan megcsinálják ezt a kombinációt. Akkor azt mondja a Big Poi, meg a DSO, meg mindenki, meg a Józum, hogyha erősebbek a játékosok, akkor hozzáerősítjük majd az eventeket, meg a közteseket. Ezzel mit érünk el? Hogy ugyanott fogsz tartani, mint ezelőtt, csak farmoltál egy csomót fölöslegesen. Értitek, mi a bajom? Hogy a semmiért dolgoztuk, mert utánunk erősítenek mindent, és pont olyan, mint hogyha szart nem csináltál volna. Nagyjából ennyi. Tehát nem fogsz könnyebben játszani. Szép jó, volt, Jobu. Nagyon jó technikával csúszol. Bele a halálba. Nézzük, mit oda fekete őzve így.
Amelyik Norbert vagyok, szerintem városokat. Na, úgyhogy... Elég könnyen halnak amúgy itt a Bokhoz képest, így Norman. Ugye... Kínzóban már ugye... A póknak szerintem minimum ilyen 50 000 élete van amúgy, egy darab póknak. 6 000 körül? 50 000. Nem az, Grozsi nénivel beszélget egy ja, ezt nem tudom. Nem tudom. Nagyon gáz az egész. Kínzót nagyon elbasztál. Direkt van az, hogy fizes. Vagy 50 000 élete van a póknak. Ez elég gáz, mert rombival ültem ilyen 30 000-re, és érted, lemegy így a fél élete, szóval nem gáz. A szép Bözsi. Hát akkor harcoljunk érte. Hardra nem akarok bemenni semmin, én úgy döntöttem szinte. Nem olyan vészes a hard, csak a kínzó. Hát vagy aki, hogy mondjál. Kéne minimum első rangos dragon köpenyűvel 4-es. Ma amire van valami bónuszkód, kérdezteti HH16. Hát én nem tudok van. Róla. Dragon kód. A stack az védelemre van. Mi van? Ti már beaktiváltatok ezt a dragon kódot? Igen. Ja, akkor nem. Mi az, hogy a stack az védelemre van? Milyen stack? Milyen stack? Mi van? Mi van? Régi plusz új dragon. Tarolsz eddig? Persze. Úgy érti jobbod, régi plusz új dragon együtt. Miért nem jöttök föl hanggal beszélgetni játék közben? Sosem fogom megérteni. Miért jobb szenvedni ezen a tetves cseten? Ez valami olyan... Rektek Gatte már nem érdemle meg nagyon nagy élesztést. Igen, tudom. De mindenbe belállsz. Nem tudsz játszani. Érted? Mindenbe belállsz. Minden sebzésbe közelről. Dragon kód. De a Dragon kód az nem mai kód. Már tegnapi. Minél event az 12 órakor fogja kezdődni? Aha. Reméljük. Ha minden igaz, ha bár ki is jelen fog mindig. Csak az még annyi gyöngy kell, attól félek. A belépős buzi játékánál. Persze. 1900 kell majd, nem tudom mennyi kell. 1900? Te hallottál ilyet? Láttam én, vagy voltam Tesseron is. De a régi szedből az összes cucc, az újból meg a 3 cucc kell. Az a baj, hogy ugye 27-es volt a karim, nem tudtam menni még. Ez egy mini event, nem tudom milyen jól droppolja úgy a cuccokat. Nornba vagy Fatában. Kínzó most akkor mindegy. Ott. Szóval lehet, hogy ritka szerű adja. Öcsém, ilyen bosszokat leverünk és nem adnak dropot, akkor miért verjük le? Mi van? Mindig 5 per 5-ös egy csopi, meg közben így. Ja nem. Írjál rám. Akkor... Hogy meg tudjalak hívni. Kitty... Sajnos csonti elment.
Na, mindjárt jövök én is közben. Mi, hová szint? Hát elment alukálni. Ó, ezt a jobbot ismerem. Vele is mentem pár kört. Úgyhogy a tökönbe hívják a gyereket, ne. Nem ismerem. Hardon vagytok? Oké, akkor mindjárt csak közben. Annyira szerettem a DS-ot, amikor olyan gyorsan betölt, meg direkt az a... Érdekes, Dragonnál pont ilyenkor jött a bug, de amikor behozták a 167-es release, nem volt ilyen bug, csak amikor jött a Dragon. Okosak ezek, nem fél, okos, okos kis... Szia, postás, te vagy az. Nem. Nem, a szomszédom vagyok. Ennek a buzinak is el fog tölteni a HP, nem bajítom, majd a szíve cserébe. De jó, még fél évig töltsed, bazd meg, be ne töltsél. Jó, hogy itt két boss van egymás mellett, hogy örülök neki? Na. Kérem, utálnom. A már csak 100 darab teljesítőpont kéne, meg lenne a félisten is. Te egy igazi félistennek tartod magad, ugye? Bözsi, milyen okos úgy veri, hogy a másikat ne találja, hogy csinálj meg. Kétszer a félisten meg ki, hogy... Kétszer fekete, ezért látszik még este. Postás Józsi. De jó volt. Nem nevettem. Szóvic. Nem rajtad nevettem, hanem veled. De Exetó jó nyomja. Postás, te ezt a fenyelkülit kinyitottad, vagy szerezted a fenyelkülit? 50 kell a legendához. Én jó, elsőből kaptam. Elsőből kaptam szerencsőgömből. Na, hova tovább? Hm? Jó, én követlek titeket, nem tudom hová menni. Nem tudom, csak járkál. Hát gyöngyformban. Semmi bonyolítás. Én előre megyek, ti meg megbosszultok, ez a terv. Undermantom sokkal több, mint gyöngyöm, az a baj. Fej nélkülit idézünk, vagy ez már meg volt? Hagyja végén. Elég volt, mi? Nem, az a baj, hogy nem tudom ezeket, melyiket hogyan kell bugolni. Ennél láttam, hogy ugye ott van a fekete özvegynél az a visszalensír, és akkor pont ott van a határ, és akkor úgy, amikor meghalsz, akkor pont oda spawnoltat le, és így folyton tudod húzgálni visszafele, és akkor nem kell sok betened miatt, mert meghalsz, vagy valami ilyesmi volt. Nem tudom. Szerintem mindig a Heredur a legkönnyebb. Hát persze, Heredur. Nem, én csak hallgattam végig az okosságot, nem? De miért rohantok előre a főbosshoz, amikor másik boss is van? Nem tudom, én csak követem őket, nem tudom. Nem, hát csak hogy tudod egyszerre egy szívasson bennünket neked. Ezt is annyira utálom, hogy olyan retek erős, aztán semmit sem ad a dosszor. Igen, ezt nem értem én is. Hogy nincs dropjuk a bosszoknak, bazd meg. Hát milyen, ez még erős ráadásul ahhoz képest. Azt hiszem, hát valami ritkát ad, vagy valami, de hát... Ez a DS-o, hogy nem kell ilyenre szállítani. Dögölj meg kb. Ez volt. És tényleg nincs drop, bazd meg, az egész mapon szinte. Nevetséges. Csak az elején kapsz annyi gyöngyöt, aztán a kurva szánkat nagyjából, meg egy kicsi ritkát hiszem. Mi a? Majdnem maxos sebzés. Az jó. Az droppos szádat. Semmire, igen. Négy foglalat. Ó, bekaphatod több ilyen. Teddy, hogy hallgat? Mi van veled, Teddy Maci? Na, semmi. Mi van? De most... Teddy. Te nem kitira vagy, hanem Xena a harcos Amazon hercegnél. Ja, és Gabriellel fajtalankodom, tudom. Hát nekem
egy kéne a rang 2-es isakhoz már, meg van egy rang 1-es válvértem meg. Wow. Igyebből egy. Hogy álltok a szettel? Még nincs meg semmiből semmi. Nekem nem csak voltam senkinél. Meg egy rang 1-es izéköpenyem van. Hú, mennyivel jobb volt a régi rendszer, éles istenem. Hát igen. Jól elkúrták, legalább valami fix drop lenne, hogy valami picivel jobb lenne. Hát menjünk meg Dragonheart. Dragonheart az se ad fix dropot. Még a holnap szerezek egy jó kis Tesco-s mikrofont, hogy tudjak én. Hát jó lenne, öcsém. Hát nem egyszerűbb, mint irogatni. A faszom írjon annyit. Itt van ez a jó kis Discord, öcsém. Vadásnak a glitterre kell venni. Valod, Bözsi. Rank hányos a kabátod, ami rajtad van? Vagy köpenyed, vagy tököm tudja. Kihez beszélsz? Bözsi ez, hát egy nézett streamet. Miközben látom, hogy rajtam van a... Izé. Te nagyon rám robbant, kurva szakét. Kettes? De jó, hogy megvan a régi szett a magimon, nem kell idegeskednem. Hermit, amúgy, hogyha valaki elkezd egy harcos, ott mire kell a legjobban menni, a hárításra, életerőre, meg a védelemre? Meg a hárítási értékre, meg az ellenállásra, meg a speedre, meg a kritre. Most jó volt, ami? Lehet, hogy elkezdek egyet, mert most ez az IS-szel most igazad. Az IASZ az halott mese. Az is halára kell farmolni, igazából. Én is sem vagyok menni azért. Olyan jól lett volna a sötétébe menni meg még ez a Dragon Combo-val, csak elbaszták a cipben. Mert nekik jó ez új szett, nekem nem. Én inkább a régi köpenyre gyűjtök makkot, inkább mint erre a szalra. Én is, nekem már megvan a rank 2-es, mert így. Már én is elkezdtem gyűjteni, mert van kettő rabja. Fekete apród válvértem, és most a köpenybe hajtok. Meg a válvértre, meg egy sötéti kombó hozzá. Kutya lézer. Akkor most a gancsost idézünk, mert az elég gázol, mert... Bözsi néni meg tudja fogni. De ne fog. Eredül az sokkal könnyebb, most minek kell itt úrva? Most mindegy. Vagyom érted? Még is könnyebb a Eredúr, mint a... Na, hogy akarod? Hát, ha Eredúrt üthetünk, ha van, aki lehívja. Akkor menjünk hát, vissza. Nekem... Én nem vagyok hajlandó lehívni, mert... Nekem van 93. Szarrágó vagyok most. Úgy is jobb, akkor hívd. Úgy is megyek. Ja, nem azért, csak azért, mert holnap minél ment. Nem tudom ki beszél, de ha harcost akarsz, akkor köst fel a bugyit rendesen, mert összekakilod vele magad. Komolyan van kettő szárnya, nem hazudok. Exet mondja. Jó, leidéztem a gondolatnak. Üzéljétek befele. Jövök. Várjátok már meg, mielőtt még kitip. Persze, az a lényege, hogy ki kéne hozni valahogy. Na, most... Várjuk meg, bekasztottam. Hát mindig az akasztja. Mindig az az okos. Ennél valamiért kevesebb egy sebzek, ennek valamiért nagyobb a védelme, vagy mi a tököm. Na most egy kicsit elengedem, mert nagyon sokat üt. Köszönöm. Víj, hogy megy a HP-ja. Na ezt kellett volna az előbb elérni, igen. Most itt van Bözsi. Hát többek között. Meg az, hogy összeszedett a csapat. Érted? Hogy nem össze-vissza rohangál, meg kapkod mindenki. Hanem egy törpe meg kettő ilyeszt lövöldözíti, meg fogjátok? Bőzően. Például mindjárt sebzek. Mondom, mindjárt meghalok, meg is történt. Neki egy hit vagyok. Na mi van, nem tudok fölülni a lovamra? Megszoktam, hogy megnyomom, és megyek. De nem megy.
Megint kaptam ilyen Tényleg, ez izében. mintha tényleg. Felesebzésed arra. Mindenkinek. Úgy kinek mennyi ilyen hard belépője van? Nekem kettő van. Nekem most 7. Az jó. De múltkor mentem most. Nekem 11. De lófasz kaptam. Még mindig az a legjobb. Nem bajják szerintem, hogy fájdalmas. Most este elmentél dragonozni? Persze. Egyedül? Ütöm, csak az a baj, hogy a kínzót nem tudom ütni, mert az nehéz. De most úgy mész el, hogy közben csoportba vagy és játszunk? Ha nem jöttök be? Nem azért ott... van baj fejben azért, érted? Miért ti nem... Bazdmeg, vagy vérzés kapom. Mondtad, hogy menj, meg volt beszélve, hogy megyünk be? Mondta valaki? Vagy a fejedben jól hangzott és a gondolatot halljuk? Hát akkor menjünk be Dragon Hardra, gyerekek. Bözsi néni, jössz? De már mint az 50-esre vagy a 30-as Dragon Hardra? 30-asra, 50-esre az van brutálisan, meg van izélve. Mi az, hogy 30-as? Mi 30-as? Akkor csak simán fájdalmas. Menjünk, csak jöjjön a tört, mert hogy meg is halljon. Na, legalább megnéztem, hogy mi ez a 30-as, meg mit beszéltek itt össze. Hát az a üzé. A fájdalmas a 30-as, a kínzó az 50. Ja, jó úgy. Jó, és oda megyünk, ugye a 30-as. De utálom ezeket a fekete lovakat. Hát lehet, hogy pánzfor meghalok, de nem tudok mit csinálni. Hát életemben nem voltam még ezen az újon. Azt mondja Galinho, 58 hard, 34 nyol már. Normál. Na, Szalai Máté tudja, hogy kell bugoltatni az agancsost. Ez egy jó gyerek. Majd kiverjük belőle az az a 10 000-es befigyelt most. Hú, gyerekek, egy fél óra alatt értünk be. Nekem még mindig tört. Mindig gáz volt. Az a baj, hogy... Belásolhatom. Az kurva jó, hogy bele még nem érhetünk, skillt nem használhatunk, de már halunk. Ez milyen? De nézzek, nem tudok skillt használni és megöl! Hát kijön a skill nem használó részre, és megöl. De jó, berégyet ez a faszrágó. Oda néz, itt tölt meg, geci, ahol én nem ugorhattam. Na gyerekek, akkor. Áj, hogy nem hiszem el. Ha? Kösz, Jobu. Hát próbálok valamit csinálni, nem úgy kellett volna bejönnünk már mondjuk, hogy két lézer nem van, de... Aki hülye a játékhoz, az hülye maradt hozzá. Te... Itt ezt hogy oldjam meg, gyerekek, amikor már három lézerrend van? Ez tényleg a logika hiánya volt. A fehér izét... Na. Most már kettő, mert ez kikszeli. Basszátok. És megnyitja újra, ezt nem hiszem el. Úristen. Most kell sorozni. Hú, gyerekek, mi volt a terv? Tehát egyedül bejön valaki, elbassza a pályát, aztán behívja a többieket. Na? Azt a kurva mennyi lézer. Meg ha nem állok meg. Vagy tudok éleszteni? És ez a normál dragon, hát igen. Ez a fájdalmasnak a, igen, hardnak a normál. Mi? Hallod? Elugrottam és visszadobott. Hát ez természetes, ezért ne bonyítsa. Ez a... Teljesen kész vagyok. Jó, végre el tudott ugrani. Halleluja. Egyszerre két lézer jön felém, az vicces. Istenem, idegesítőnek ezeket. Megöljük, nem? Jaj, meg zölddel ölöm. Rohadj már meg. De teljesen mindegy. Az a baj, hogy sokat sebez, majd nem nagy cuccos az. Szerintem ugye a régebbi Dragon Hard az olyan ilyen fájdalmas és a non kötötti keverék, nem? Vagy nem? Ja, bassz, meg én meg itt voltam bent ebbe a nem lehet skillt használni. Jó, ne nyavogjál annyit, Teddy. Férfi vagy, nem kislány. Ennyi már, mennyi ovóval lesz.
Fogadjunk meg. Bazánk le vagyok fagyasztó. Megint semmit sem fogunk kapni, én úgy érzem. Retek szara. Hoppá! Egy sisak és két legend. De, ó, végre tudok egy rank 2-eset csinálni. Ez az. De jó, én csak ritkákat kaptam. Tudok egy rank 2-es. Igen, Bözsi néni, tudom. Nem, hát annak volt sok értelme, hogy a hülye gyerek bemegy előre, azt lehívatja ma a három lézert, mire bejön a többi. A gondolkodás hiányának nem volt értelme. Az anyád, de szép vagy. Hát ez csere. Ez nem kérdéses, hogy csere. Micsoda? Hát az ellenálláson védelmem lemegy. Élet föl. Hú, ezt meg kéne beszélni valakivel, érdemes-e cserélni? Ezt nézzük. Hát ok, viszont azért a kettőbe. Hát ez kuka. Nem baj, gyerekek, hát megöltük. Na, sebzés kétkezes fegyverek. Miért? Milyen kétkezes kaptál? Semmi, kaptam egy első szintű sisakot. Ja, én tudok csinálni. Körbe hermitet, mert nem én nem. Tudok csinálni egy rank 2-es sisakot végre. Kincsem? Megkaptam. Ja, te már azt offoltad a témát? Lőjem ki? Jó, kérdeztem. Jó, gyerekek, akkor... Jaj, na, szóval, Helmita, rohammal ki tudod védeni a lézert. Ugye, hogy azon át lehet, azt mondja, hogy... Hogy néz ki Léci írde, mit? Szia, Kristóf, Pitko! Rohammal ki tudod védeni a lézert. Hogyha ezt vesszük, akkor ez jó ötlet, csak legyen a rohamra. Nem néz ki olyan rossz. Szia, jó ét! Rohamra legyen... mi a fene? Hogy hívják ezt? Hogy hívják ezt? Mana, hogy mi az gőz, vagy nem gőz, mi az düh. 30 düh, az nem is sok, annyi általában azért szokott lenni. Na mindegy, gyerekek, ebből levontam azokat a tanulságokat, hogy ez egy mocskos nehéz játék, ez a tankolás. Meg kell tanulnom. Megmondom, mi zavar a tankságban, így az egykezes tankságban. Hogy nem tudom hasznát venni a magas szintű eszenciáknak. Se kisebbe. És ez olyan szinten zavar, mert itt is hiába teszek a 300-as sebzésemre ezért. Tárgyba olvastam. Ez a csizma. Meg kell beszélnem, ruha az nem kell. Az a csizma nagyon elgondolkodtat. Aha, itt van egy 15-ös futás, itt meg ez, hogy feltegyem, vagy ne tegyem. A futás nem hiányzik annyira nekem abszolút módon. Az ellenállás hiányozna meg a védelem. Védelemmel hogy állok most? Védelem, hát 55, ebbe meg lenne 52. Na, azt mondja, hogy nézzük, csak az ellenállásom 6%. 19.300 életért. Sőt, 1370, 1400 életért. Hú, nem tudok dönteni, gyerekek. Ez egy nálam okosabb ember lenne szüksége. Hogy megérje ellenállást életért. Kaptál jobb fegyvert? Vagy nem, egy csizmát. És nem tudom eldönteni, ja, melyik legyen. Életes csizma, vagy ellenállásos védelmes csizma. Hát mennyi az életem? Hát úgy van, hogy most 19.500 az életem, az felmenne majdnem 21.000-re, helyette 3%-ot romlana a védelmem, és sajnos 43-ra 37-38 közelé környékére menne le az ellenállásom. Szerintem a HP is legyen most. Inkább a HP. Visszaszerezhető az ellenállás. Aha. Szerintem 37%-os. Igen, Exeto meg azt mondja, hogy 37 nagyon kevés a csizmával. Nem baj, ki akarom próbálni, Exeto, nem olvasztom be. Nem olvasztam be, és kipróbálom. Már nem azért, de ez itt nem Conchita? Mi? Itt Dragon bejárat előtt itt egy ilyen csajkinek bajsza. Vagy milyen szaká, bocsánat. Hogy ne Conchita, úristen. Itt van Conchita 2. Ezt a Conchita. Megtervezünk valahová menni, vagy így már elég volt? Nem, én már offolok, köszönöm szépen, és thank you a mindent.
mert... A picsába kéne még egy ilyen kő. Így van. Event hard 50. Nincs nekem még egy ilyen kövem valahol. Meg van egy szutyok kövem. 26-os pedig az nem arra van. Akkor kilépek a csupiból. Melyek hardot. Egész jó be van kövezvám ez a kari, gyerekek. Nem panaszkodok. Milyen idős a kari? Régi, csak nem játszottam vele, tudod? Tehát itt most akkor az abszolút nem számít. Ja, úgy volt, van és kész. Igen, mert hát én nem tudtam úgy tankolni, tudod? Nem tudtam úgy fölhúzni, hát meg a magi volt a szívem rücske, tehát. Hát nem tudom, én nem hogy mondjam, tankot azt egyszerűen nem tudok tankolni. Nem az én világom, ez a tankolás. Aha. Sziasztok! Szia Bözsi néni! Inkább távosat szeretem. Köszi Bözsi néni! Én is magi hívő vagyok, csak most ez annyira megfogott ez a Dragon Event, akkor legyen. Igen, magi nem érdemes ezt az újat hajtani, ez nevetséges. Gagyi. Nem vágyom rá. Viszont ez... Az ilyászokat viszont nagyon elbasszák így, mert alapjáról is elbasszák meg a többi kasztot is. Azt mondom. Nem tudom, az ilyász az mindegy gyengítő van. Nem tudom, miért hát igen, jó ez neki? Nekem is ez a véleményem, hogy most az Iászt meg a Magit, az csúnyán lenerfelték bárki bármit. Na. Többik az persze, hát törpének annyi harcereje van meg minden, és ez is csak a fegyver miatt van meg minden. Uh-huh. Averom is kapott új fegyvert, majd lehet neki 60 ezer, de az uh-huh. csak az miatt van neki, mert van 13 ezer harci erő benne. Törpéről inkább nem nyitok vitát, mert szerintem komolytalan. Komolytalan, amit a törpével csinálnak, tehát az a többi kasztnak a megalázó egyszerűen. De tényleg ez, amiket tart, hogy magasabb izé, sebzés kétkezesen, most ez, nekik ez áldás, úristen. Persze, azért mondom, tehát most nem haragszom a törpénk, nincs, semmi bajom nincs, mert csak egy igazságtalan, amit kapnak egyszerűen, tehát nem tesznek érte semmit, azok úgy vannak. Persze az így játszanak a magia, az is szokja meg. Na 39% lett, 20.519 élettel. De amúgy tök érdekes, figyeld, hogy az íjat, csak az íjat nerfelték úgy a többi fegyveren a Dragonnál. De érdekes más kasztak, miért nem nerfelték, miért csak az íjászt? Figyelj, a magi is halálosan nerfelve van, úgyhogy... Tudom. Mindegy, nem is gondolkodok én ezen, mert... Horváth Matyi megjött, szia. Na, szóval nem kell ezen így ilyen véresen gondolkodni, hanem el kell játszogatni. Azt hogy mondom, a gyereknek hallod, a gyereken Dragani, az mi a faszom? Szóval rágban csinálta. Na, csináld vele. Mindegy, ne húzzuk fel magunkat, csináljunk baráti csoportot, játszunk együtt, élvezzük a játékot, és ne mérgelődjünk. Na, csak azért jöttem be, hogy megnézzem, így van. 20.400 életem csopi nélkül. Hermit, hány órás lett a videó? 22.661, ennyi. A HP-n legyél szerintem. 453-at gyógyít csopi nélkül. Na, hát igen. Na, azt mondom így azért. Valahogy szerintem a HP maradjához, hogy... Na, most egyelőre tetszik, nagyon. 39.4% ellenállást vesztettem, és cserébe 20.400 lett a életem. Na, úgyhogy akkor gyerekek, hazatérek, próbáld ki a roham kivédést, jó? Tényleg azt még meg akartam nézni, tényleg egy pillanat, keresünk. Hermit még amúgy megy a live. Persze, csak itt keresek egy hülye lézert, ja itt nincs, jó, akkor nem játszok most a lézerrel, majd holnap. Nem néz ki rosszul amúgy a sisak rank 2-be, uh-huh. Azt képest. Rank 3-ban kiányosok, hogy néz ki. Nos, kacok, hát ez is megvolt. Élveztem fix a mai értékű. Játékot. Hermit fix értékű az új Dragon Set? Én azt nem tudhatom. Na, úgyhogy... Bocsi, ha valakinek nem tetszett, amiket mondtam, de ezt is el kellett mondani, mert... Kicsit rend legyen a te fejekbe meg. De megkérdeztek bármelyik öreg játékost, ugyanezt fogja mondani. Az a 6K makkos fegyót vedd majd meg, szerintem az... Mi a Life Keeper? Life Keeper.
Fene tudja. Hát meg az is olyan nagy. Speciál 53 hárítás. Izével együtt, talenttal együtt. Hát majd meglátjuk, Bezsi néni. Mondjuk az élet jobb, mint az enyém. Jó, majd meglátjuk, persze. Ez a játék a végét járja. Hát igen, én is tudom. Na majd együtt megyünk más játékba. Most viszont köszönöm, hogy néztetek, skacok. Így egy-egy 3-4 óra után elpihenünk, és akkor majd holnap. Holnap folytatjuk minél többet, hogy veletek legyetek. Holnap még veletek leszek. Jó? Na. Holnap meg hétfőn. Vasárnap még nem tudom. Na. Köszönjük, hogy néztetek. Jó éjszakát. Csőbe, csőbe, csi. Sziasztok.